Először is bemutatkozom, én Tamáska Vannák, és vagyok tanárember, és a zsűri társam Fanni Ferenc színművész. Ketten fogjuk itt végig nézni a produkciókat. Kedves mesemondó barátaim, engedjétek meg, hogy bár az idő ugye már egy kicsit megcsúszott, de mégis engedjétek meg, hogy egy mesével kezdjem meg, én mondjak nektek egy mesét, ami nem is mese, hanem egy igaz történet lenne. Képzeljétek el, egyszer egy barátommal mentünk Sáros patakra autóval, a gyerekeinek, a fiamnak, az ő gyerekének a szülői értekezletére a református gimnáziumba. Megyünk az autóval, a barátom kőműves volt. És amíg haladtunk az autóval, ő mindig mutogatta, hogy nézd csak Ákos, ezt a házat én építettem. Nézd csak Ákos, annak a templomnak a homlokzatát én újítottam fel. Nézd csak Ákos, azt a szállodát én csináltam. Nézd csak azt az iskolát én csináltam. És ahogy mentünk, én kezdtem rosszul lenni. És már nagyon kellett ügyelnem a vezetésre, és nagyon elkezdett elmenni a kedvem. Tudjátok, mitől mentem a kedvem? Hogy olyan büszke voltam a barátomnak, és elkezdtem irigykedni, hogy miket tud ez az ember. Fel tud mutatni olyan dolgokat, hogy ő templomot épített, iskolát épített, házatot. És én, mint tanárember, mit tudok felmutatni, hogy ma megtanítottam Arany Jánost, vagy Vörös Martinyát, vagy Beredekereket. Nem látom, nem tudom megfogni, hogy ez most, hogy mi ez. És amikor ilyen helyen vagyok, mint most, akkor viszont látom, hogy van értelme, és fel tudom mutatni, bár benneteket nem én tanítottanak. Tehát ugye ennek a munkának is, amikor átvegyük a magyar mesekincs, a magyar mondavilág, a magyar irodalomnak a légkörét megpróbáljuk a szívekbe behelyezni, akkor bizony ez ugye nem iskola, nem épület, nem ház és nem kerítés, de csak fel tudjuk mutatni. Csak fel tudjuk mutatni. Azt szeretném nektek mondani, hogy, és persze nem csak a tanárokat illeti, ezért a feladatért valamiféle dicsérő szó, hanem a szülőket, a nagymamákat, a nagyapákat, és hát azt a környezetet, akik először meséket mondtak nektek. Úgy mondjátok a dolgokat, légy szíves, hogy Kornak anyák napja van, és gondoljatok édesanyátokra, amikor vagy itt van, vagy hallja, vagy a távon, vagy elmesélhet, akkor legyen neki ez egy szép köszöntés. Jó, köszönöm, hogy meghallgattam. Megengedjétek csak egy pár szót mondani, különösen, de tényleg nagyon röviden, hiszen sokkal kíváncsiabbak vagyunk rátok, mint ránk. Én ugye színész vagyok, a színházi művészetben, a színház is ezen belül a beszédművészetben nem lehet az véletlen, azt mondom most nektek, külön fejezetet szán az oktatás a népballadét a népmesemondásnak. Miért? Ugye ez a magyar színművészet, magyar színházművészet számunkra akkor a legértékesebb, hogy a mi nyelvünkön történik, a saját nyelvünkön történik. A saját nyelvünket, ugye ezt nem én találtam ki, nem én mondom, hanem mindenki is, nem is, nálunk sokkal avatottabb és hozzáértőbb emberek mondják és vallják azt teljes hittel, hogy ezek azok a művek, illetve fennmaradt írások, történetek, amik a legszebben és a legpontosabban őrzik a mi nyelvünknek. Elhatároztam, amikor elindultam otthon, nem fogom azt a szót kimondani, hogy hagyomány, mert az, hogy én mindig egy ilyen kicsit ilyen keserű emlékezés jelent, hogy valami már hagyomány szerint működik. Ez nem hagyomány, ez ennek élő dolognak kell lennie. Tehát, hogy ezek a dolgok a legpontosabban és a legkonkrétabban őrzik a magyar nyelv dallamszerkezet, a magyar nyelv dallamát, a mondatszerkezeteit, illetve a irodalmiságát is. Nem lett véletlen az, ugye azért beszélek a nyelvről elsősorban, hogy nagyon-nagyon nagy világhírű író volt egy Gibi Show. Gibi Show azt mondta, miután elkezdett ismerkedni a magyar nyelvvel, hogy sokkal teljesebb és kiteljesedettebb lehetett volna az ő művészete, hogyha ezen a nyelven írhatott volna, nem pedig angolul. Tehát a mi nyelvünk egy óriási nagy kincs, és ennek a kincsnek ilyen kicsi aranyrögei vannak most itt a ti torkotokban, szívetekben, ülőtökben, mindenhol. És én nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha ezt olyan módon tennétek közkincsé most nekünk, hogy elsősorban, és itt már egy kicsit belecsúszunk az értékelési szempontokba, elsősorban az átadásra kell törekedni.
azt, hogy ezt kapjuk meg tőletek. Mindig el szoktam mondani, amikor zsűrizni megyek, hogy általában a gyerekek attól szoktak nagyon félni, hogy mi lesz, ha elrontom a szöveget, elmondom, semmi. Tehát azt semmit, egy fikartit sem fog a produkció értékéből levonni, hogyha nehogy Isten valaki egy picit elfelejtjön. Elfelejtjön, megállsz, visszamész, mondod tovább, miért biztosan vagyok benne, hogy ezt figyelembe venni. Csak azért mondom el, hogy az a fajta koncentráció, ami ez a fajta ehhez az előadó művészethez kell, ez ne pocsékolódjék el arra, hogy Isten mi lesz, ha nem lesz semmi. Úgyhogy mindenki nektek bukkó, és mindenki ideget szeret a legjobban, és egy kis motivációs tréning gyorsan. Aki ide kiáll, az legyen meggyőződve róla, hogy ezt, amit csinálok, én tudom a világon a legjobban, Isten is van. Ez egy kicsit személytelen módon még ide ülünk háttal, és akkor már fogok szólítani szépen sorba embereket, jó? Nagy levegő és bátorság mindenkinek, és akkor dobpergéssel ezt most el is kezdjük. Ha megengeditek, ide fel van nekem sorolva 12 név, úgyhogy szépen sorba szeretném szólítani. Először is Csenge, Cáramna Csenge, egyes számmal. Mátyás király és a szegény favágó. Egyszer Mátyás király az erdőben, amint sétált, hogyhogy nem, eltévesztette az utat. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágó, oda ment, köszönt neki. Segítsen az Isten, te szegény favágó! Hát bizony rám is férne a segítség, sóhajtotta a szegény. De a szegény favágó nem ismerte, kivel van dolga, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás király. Kérdi tőle Mátyás király. Hát te szegény ember, vannak-e gyermekeid? Van, biza, uram! Mi? Két szép fiam, s két leány. Hát aztán van-e pénzed? Hát, az is akad, amennyi éppen kell. De tudod, uram, én a pénzemet három fele osztom örökké. Hát azt te hogy csinálod? Csodálkozott Mátyás király. Hát én úgy, hogy az egyik részével az adósságomat fizetgetem, a másik részét kölcsön adogatom. S hát a harmadik részét? Azt a sárba vetegetem. Ejnye! Hát én még ilyen beszédet nem hallottam, ámult el Mátyás király. Hát mondd el nekem, hogy értsem ezt? Hát tudod, uram, hogy a pénzemnek az első részével az adósságomat fizetgetem, az azt jelenti, hogy nekem van még édesapám és édesanyám, és azok felnöveltek. Azokat most én tartom el. Azért fizetgetem a régi adósságom. A második részét meg van két fiam, azt kölcsönödöm neki. Hogyha majd én megöregszem, azok visszafizetik nekem. S hát a harmadik részét? Azt a sárba vetegetem, mert azok. De a két leányomra költöm. Ruházom őket, de azok sose adják nekem vissza. Férhez mennek, s ott hagynak engem. Ez azt jelenti. Na neked aztán éles eszed van, vág, mint a beretva. Dicsérte meg Mátyás király és szegény favágót. De hallod-e te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnélek itt? Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell. Megfizetem én neked a napszámodat, csak vezess ki az erdőből. Hát az már más beszél, a pénzzel szívesen megteszem. És azzal elindult az erdőben, hogy kivezesse Mátyás király a szegény favágót. Hát amint mentek, ballaktak, beszélgettek. Kérdezi Mátyás király. Hát te szegény ember, láttad-e már a király? Nem, én még uram, soha se láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Most kérünk ebből az erdőből. S ott rettentő sokan lesznek. A mezőn dolgoznak, s mikor meglátják a királyt, mindenki lekapja a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Ott majd meglátod. Ekkor éppen kísértek az erdőből. A mezőn csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Elkiáltja magát a szegény ember. Jaj, uram, nézd oda! Mindenki hajadon fejt van, csak mi ketten vagyunk kalapban. Hát most melyikünk a király? Én vagy te? Hát egyikünk biztosan az, felelte kacagva Mátyás király, és megveregette a szegény embernek a hátát. Gazdagon megjutalmazta a szegény favágót, és még máig is élnek, míg meg nem haltak. Ez tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most. Jó.
Hanna, Dunahidi Hanna. Bohó pásmese. Hallgassatok ide, gyerekek! Hadd mesélem el, mi nagy esett velem, amikor én kisfiú voltam. Mese, mese. Volt az én édesapámnak egy fekete kalipája. Mit gondoltam, mit nem? Nem egy evet, egy nagy semminél. Felnyergeltem a fakót, felültem sárgára, aztán illabere, nádakerek. Kinyargaltam a kerekerdőbe. Kerekerdőben volt űz is, víz is. Ettem volna, ha lett volna mit. Ittam, amennyi csak belém fért. Jól laktam, aztán egy bokor alá heveredtem. Hazám, bokor alá, de nem okopasz földre. Fejem alá tettem a szürkét, kipányváztam a nyerget, aztán elaludtam. Egyszer nyitom a szememet, keresem a nyergemet. Volt nyereg, nincs nyereg, az bizony elszaladt. Vottán farkas-balkas vitte el, amíg aludtam. Szaladok erre, szaladok arra. Hát, amint egy csípőbokorhoz érek, arra úgy hull a dió, hogy majd anyom vert a magyaró. Na jó, jó, de még csak most jön az igazi jó. Azaz, hogy jön egy vénanyó, s rám formál mérgesen. Hé, kölyök, minek ásod azt a répát, repkecsi csókát, mikor én nem neked ültettem az uborkát? Nem másoként, se répát, se repket, sem csicsókát. Mondtam én nagy bátran, de az öreg anyó erre felkapott egy dinnyét, s úgy felbevágott egy tökkel, hogy még most is hajog a fejem a felszafokától. Áldott szerencsére, volt még a zsebemben egy dió. Kivettem a magyarót, hajó lett a dióból, evező is rajta. És mondtam nagy büszkén, Isten áldja, öreg anyó! Azzal utcú. Átöveztem a Tiszán, kimásztam a Duna partjára, és ottan bementem egy kis házba. Hely, volt ott minden jó, megenni való. Úgy jól lettem a töltött káposztával, stúrós palacsintával, hogy még most is fáj a fejem a tökmagtól. Attól, nem a káposztától, nem is a palacsintától. Volt a házban egy muzsikus banda is. Nosza, húztam én a nótát, a banda meg járt világos éredeti. Menjetek oda ti is, járjátok ti is. Bálint András. Székely népmese, a Veszlem. Volt egyszer egy gazdag lányhoz, olyan rest volt, mert az anyja kényesen menne. Hiába jöttek a kérők, mindegyiknek azt mondtam, ne kérd meg, dologtalan, nem érsz meg vele. De mégis jött egy regény, és az annak is azt mondta. Ne kérd meg, de az azt mondja, maga olyan nagyon, hogy nem akarja a lányának a boldogságot. Jössze hozzá a múlgom, jövök én víz, jó szíve, mondta a lány. De a gyerek, esküdjünk meg. Elmentek és megesküdtek, és a legény elvitte az anyja akarata ellenére is. Otthon úgy csinált a lány, ahogy otthon szokott. Ült egy helyen, szép, kényesen. Mimó okosan, egész nap csak a lábától. Nem is érdekelte az úr a szinta is, meg nem is. Az urának az anyja is örökké panaszkodott, hogy válj el tőle, hát olyan dologtalan, nem fogsz megélni vele. Hát nem válhatok el édesanyám, mert tudva vettem el, hogy dologtalan, de ne féljen, mert én megtanítom én dolgozni azt a leányt. Másnap, amikor jön haza este, mondja, hát ma hányan dolgoztunk, édesanyám? Ketten, édesfiam. Na, akkor ketten is eszünk. Nekiálltak enni, s a gazdag lányzsak néz. S még reggel se, s délbe se kapott benne. Akkor ment el az ura, sírt egy jó nótát, s aztán gondolkozni is jóhajtozott. Megkérdezte az anyósát. Ha tüzet megszívtam, dolog-e? Dolog, édes lányom, dolog? Megszította a tüzet, és megint megkérdezte. A fát az obja a tűzre, dolog-e?
Dolog, édeslányom, dolog. Változott bé. Aztán megint megkérdezte. Ha vizet hozok bé a kútról, dolog-e? Dolog. És ha kiseprem a házat, az is dolog. Vizet hozott, a házat seper. S ha az öreg asszony kezdett törülni, hogy kezd jó lenni az a gazdag asszony, és még megmutatta, úgy volt körül, mindféle dolgok vannak, s abban jó beletanítottak. Este, amikor jött az ura, kérdezte. Ma hányan dolgoztunk, édesanyja? Hárman, édesfiam, hárman! Mondta boldogan az öreg asszony, és akkor mondta. Na, akkor hárman is eszünk. Nekiálltak enni, s a gazdag leány még nagyobb örömmel, mert másfél nap alatt biztos nagyon megéhezhetett. Azután olyan dolgos lány lett belőle, hogy még az anyja sem ismerte. Itt a vége, fuss el véle! Pál Emőke. Ádám és Éva, Székely népmese. Mikor az Úristen megteremtette Ádámot, erős gyönyörködött benne, de észrevette, hogy Ádám szomorú. Adott neki mindent, de ő nem örvendett semminek. Gondolta az Úr, biztosan azért olyan búbánatos, mert egyedül van. Kéne neki valami társ. Gondolkodott az öreg, bement a műhelybe, körülnézett, s látta, hogy még maradott valami anyag a világ teremtéséből. Az Úr összeszedte ezeket a maradékokat, csak abba volt a baj, hogy mindenből ebben csak egy kicsi maradott. Volt egy kevés a macska ravasságából, a kutya hűségéből, a kígyó símulékonyságából, az őzikék szelítségiből, a nyulak félénkségiből, a tigris kegyetlenségiből, s a madárkák cserfességiből. Összegyúrta, de nem lett elegendő. Noha nem, elaltatta Ádámot, s egy darabocskát kivett az oldalbordájából, s ahol elég lett, elkészült Éva is. Az Úr letette egy fa alá, Ádám közelibe, s leste, hogy mi lesz. Egyszer csak Ádám megpillantotta Évácskát, oda ment hezza, kezdte kerülni. Éva pillogtatott, mint egy őzike, szeliden, félénk. Ádám addig kétszínkedett véle, míg megbátorod. Aztán volt örök, azt se tudták, hogy játszodjak. Az Úr örvende. Így ment ez egy hét. Egy hét után Évácska kezdett bátor lenni. Ádám kesergett egy ideig, aztán megharagudott Évára erős. Menjen az Úrhoz nagy méreg. Uram teremtőm, vedd el tőlem ezt az asszony, mert elő sok bosszúságot szerez nekem. Az Úr elvette Éva Ádámtól. Ádám esment egyedül maradott. Lődörgött ide, oda, s úgy se kapta a hely. Egyszer aztán Ádám nem bírta tovább, megint az Úr elejébe állott. Ó, Uram teremtőm! Add vissza nekem Évát, mert veszek el nélküle. Az Úr eszeráncolta a homlokát, s visszaadta Évát. Na volt nagy öröm, egy üdeig, kicsi üdő múlva, menjen Ádám. Ó, Uram teremtőm, vedd el tőlem ezt az asszony, mert nem tudok véle érni, annyi bosszúságot szerez nekem, hogy kibírhatatlan. Az Úr elvette Éva. Ádám esment egyedül maradott. Hát volt, ahogy volt, egy darabig. Aztán Ádám erősen unatkozott, posztult el Éva után. Menjen esment az Úrhoz. Ó, Uram teremtőm, add vissza nekem Évát, mert nem tudok nélküle élni. Én már azt sem tudom, hová legyen. Az Úr erős lesz ráncolta a homlokát, de azért csak visszaadta Éva. Nem tölt el két nap, s jő Ádám, s
újban hozzá az asszony. Ura, vedd vissza! Nem! Ura, vedd vissza, mert eszem meg a szájába. Egyen, s akkor se veszem vissza. Tudd meg, ha vele nem tudsz élni, nélküle még úgy se tudsz. Úgy osszátok be a dolgot, hogy megegyezhessetek. Te tűrjél neki, sőt tűrjön neked. Nekem ne panaszkodjatok. Ádám megfogta Évácskájának a kezeit, oldalogta nagy lógó óra. Azóta kélódik az ember az asszonynal, mert se vele nem jó, se nélküle. A mesekönyvben A lesz, B lesz, A. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király. Egyszer, mikor vadászgatott, úgy elveszett az erdőben, hogy sem ott se talált ki. Bárcsak valaki kivezetne ebből az erdőből, még egy zseb pénzt is adnék neki. Gyere ki utána, én kivezetlek. Mi is vezette? Tudd nektek, király, nem kell nekem se pénze, semmit sem, hanem add nekem azt, ami ameddig te itt voltál az erdőben, addig lett, s amíg eljöttél, még nem volt. Gondolja magában a király, hogy mi lehet? Vagy egy macskán született? Vagy mi kérem? Hát, megyen haza, futnak elejébe. Jöjjön hamar, felséges királyom, mert olyan szép király kisasszonyka született, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. De hogy szomad össze ne keverjem, az a kicsi emberke azt is mondta, mikor 15 esztendős lesz, háttérfejű serdezi. A király mikor megtudta neki, milyen szép leánykán született, nem tudta, sírjon-e, vagy örvendjen, azt mondja a felsége. Hát nem örvendez. Jaj, örvendem, hogy ne örvendeni? Azt mondta a király, s elmondta, hogy örvendják. Na, telvult az idő, megnőlt a király kisasszonyba. 15 esztendős lett, egyszer csak jött az ördög. Hát az a kicsi emberke az ördög volt. Ereszd ki a leányod, király, mert eljöttem érte. Jaj, jaj, jajgatott a király a királyné, mit tudjunk csinálni? Hamar! Ott volt a libapásztornak a leánya, felöltöztetik aranyos, gyémántos gúnyába, még koronát is kaptak fejére, kinyitották a kaput, kieresztették. Az ördögnek volt egy talicskája, sabba beleültette, selgolombozott vele. Hát, amikor viszi, egy víz mellett kellett, hogy elvigye. Ott erős sok libák fülöttek. Mikor meglátták a libapásztornak a leányát, elkezdte gárgolni. Gigá-gá-gá-gá! Hová mész libapásztornak a leánya? Menjünk a pokolba, hiszen az ördög. Há, nem te vagy a király kisasszonyba. Nem, há, én a libapásztornak a leány vagyok. Megharagudott, kifordított a talicskát, sokhagyta vissza a királyi palotához. Hallod-e te, király? Add ki a leányodat, mert összetöröm a kaput. Jaj, jaj, jajgatott a király a királyné, mit tudjunk csinálni? Ott volt a disznópásztornak a leánykája, felöltöztették aranyos, gyémántos gúnyába, még koronát is tettek a fejére, kintolták a kaput, kieresztették. Blöp, 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 hová mész disznópásztornak a leánya? Menjünk a pokolba, hiszen az ördög. Hát, nem te vagy a király kisasszonyka? Nem, hát, én a disznópásztornak a leánya vagyok. Vissza a királyi palotához. Hallod, de te király? Nyisd ki a kaput, s add ki a leányodat, mert összetöröm a kaput. Megijedt a király a királyné, nagy keserves könyvullatások között felöltöztették a király kisasszonykát, s kieresztették a kaput. Az ördög megragadt a nagy örömmel, beleültette a talicskába, s elvitte a pokolba. Ott volt még egy olyan forma fiacskája, Jancsika. Azt is úgy dobta valahonnan, kellett dolgozzanak. Jancsika udvaron szorgoskodott, kristálóban, a király kisasszonyka sütött, főzött, takarított, kiszolgálta az ördögöt. Na, telmúlt az idő. Jancsika s a király kisasszonyka együtt voltak örökké. Egyszer azt mondja Jancsika. Hallod-e, király kisasszonykám, meg kéne szöknünk kettőről az ördögtől. De bizony, hogy tudnál megszökni? Én tudok varázsigéket, megtanultam az ördögtől.
a söprűről elmondom, megköbdösöm, azt felel helyettünk, ha keres az ördög. Ez bizony jó lesz. Megvárták, hogy az ördög elöludjon. Akkor a söprűt az ajtó sarkához állították, Jancsika megköbdöste, hű, söprű. Beszél helyettünk, ha keres az ördög. Na, felébredt az ördög. Olva király kisasszonyka, hogy csak a ruhámat, hogy öltözzek föl? Mindjárt megyek, feleli a söprű. Várt egy kicsit az ördög megmondja. Odod-e már a papucsoma? Mit csinálsz olyan sokáig? Itt vagyok már, mindjárt megyek. Na megálljatok, haszontalanok! Hol vagy te, haszontalan leányka? Itt vagyok. Hol vagy inasom? Üljél fel gyorsan egy lapátra, lovagolj utánuk a levegőbe. Érd utól őket, add vissza nekem. Jancsika, úgy viszket a bal fülem. Nézzél csak vissza. Nézd vissza, Jancsika. Jaj, király kisasszonykám. Ő az ördög meg az inasa utánunk. Hamar, belőle lesz egy öreg pap, vesünk eskebukát, belőle lesz egy templom. Hallod, de te öreg pap? Nem láttál erre menni egy Jancsikás, egy király kisasszonykát? Az öreg pap erős gyűltek, mintha imádkozott volna. Ábelesz, óbelesz, ábelesz, óbelesz. Hallod, de te vérre pap? Nekem ne ábelesz, óbelesz, hogy, hanem mondd meg, láttál vagy nem láttál erre menni egy Jancsikát, se király kisasszonykát? Ábelesz, óbelesz, ábelesz, óbelesz. Visszaült az ördögnek az olyan sallapátra, visszalagolt a pokolba. Akkor kecsapukát tette, a templomból visszre a király kisasszonyka, s a papó Jancsika mentek tovább. Na, láttad-e őket? Utolérted-e? Visszahoztad-e? Nem láttam én senkit, csak egy templomot s egy öreg papot. De az olyan bolond volt, hogy akármit kérdeztem, azt mondta, hogy ábelesz, óbelesz. Ajjajjaj, hát azok voltak azok, hol a másik inasom, hamar. Üljön fel egy tízes vasalóra, röpöljön utánuk a levegőbe. Jancsika, úgy ég a jobb ülem. Nézzél csak vissza. Nézd vissza, Jancsika. Hát jó az ördögnek a mesék innen a vasalón. Jaj, király kisasszonyka. Belőled lesz egy nagy tábla búza, vessünk kecske bukát, belőle lesz egy szűz. Majd őzzem búzát. Odaért az ördögnek az nyasa, leereszkedett. Hallod, egy szűz? Nem láttál erre jönni egy Jancsikás, egy király kisasszonykát? Hes, Bereberg! Hes! Hes, galambok! Hes! Nem azt kérdeztem, hogy hes, Bereberg, hes, galambok, hanem hogy láttál-e jönni egy Jancsikát, se király kisasszonykát. Hes, Bereberg! Hes! Hes, galambok! Hes! Há, ez is megbalambult. Azt mondja az ördögnek az inasa, visszalagolt a pokolba. Na, láttad-e őket? Nem láttam én senkit, csak egy nagy tábla búzát, s egy buta csőzt, aki hajtotta a galambokat, felebeget. Aj, hát azok voltak, eljegy haszontalanok, magamnak kell elmenni. Jancsikám, úgy él a napocsikám, nézzél csak vissza. Nézd vissza, Jancsika. Jaj, király kisasszonykám, jöjj az ördög utánunk. Hamar, belőled lesz egy aranykacsa, belőle lesz egy nagy halastó. Na megálljatok, úgy is tudom, hogy ti vagytok. Megfoglak én, visszaviszlek, azt a ponciusát! Hát akkor bement a vízbe, hogy megfogja az aranykacsát. De az csak úszott beljebb, úszott. Ment az ördög utána, addig úszott beljebb, míg a közepébe ért, oda belépülött. Akkor kecskebukát vette, a halastóból visszajött Jancsika, az aranykacsából király kisasszonyka. Elmentek a király kisasszonykának az országába. Örvendezett a király a királyné. Nagy lakodalmat csaptak, így ma is élnek, meg nem haltak. Újbe Fanni. Három bolond leány. Magyar népesek. Volt egyszer egy ember. Annak volt három lánya, meg egy fia. Aranyáskor a legény, meg a két kisebbik leány kiment a mezőre. A nagyobbikat meg otthon hagyták, hogy főzzön, s vigye utánuk az ebédet. Na, de a nagylány azt gondolta magába, korán van még, ráér a főzéssel. Inkább átmegy a szomszédasszonyhoz beszélgetni. Át is ment hozzá, csak akkor ijedt meg, mikor láttak, már nagyon fönnyár a nap.
gyorsan hazatalak, feltette az ételt, s rakta a tüzet nyakra főre. Mikor már jól főtt az evén, eszébe jutott, hogy még valamit nem mondott el a szomszédasszonyának. Megint átment hozzá. Hát, amikor visszajött, láttam, hogy kozmás lett a bableves. Nagyot kiáltott, lekapta a fazekat a tűzről, hogy majd jönti főzhelyette másikat. Féljed, hogy a bátya még megszígja, hogy kozmás ételt visz neki. Amint épp öntötte ki a levest a moslékba, a háta mögött nagyot bőgött a borjú. Olyan megijed, azt hitte a borjú most elmegy a faluba, s elmondja, hogy ő odaégette a bablevest, s akkor nem megy férjes soha. Megfogta a borjút, s nem törődött többé az ebéddel. Eljött a dél. Odakint már várták az ételt, de mivel nem hozta senki, a legény hazaküldte a nagyobbik leány, hogy nézze már meg, mi van otthon. Leánya mindent elmondott a nénye, mi történt vele. Azt is, hogy a borjút miért nem ereszti el. Na, a másik leánynak se kellett több, odaállt ő is, segített fogni a borjút. Azok meg odakint várhattak. Kis idő múlva azt mondja a legény a legkisebbik leánynak. Eredj már haza te is, mert ma nem ebédelünk. Hazament a legkisebbik leány is, de az is otthon ragadt borjút fogni. Végre rászállta magát a legény is, hogy felnézni, mi van otthon. Kérdezi a leányoktól. Na ti három isten, mert te hát mit csináltok itt? A leányok szépen elmondták, miért fogják a borjút. Haragudott a legény, s nagyot kiáltott. Mind a hármatokat agyon csaplak. A leányok kétségbe esve könyörögtek, hogy inkább fogja ő is a borjú. A legény, ahogy ezt meghallotta, sárkon fordul, s ment a kapu felé. Honnan még visszaszólt. Na, én most elmegyek országot, világot látni. Ha még három olyan bolondok találok, mint ti, akkor jó, de hogy nem, agyon csaplak benneteket. Azzal el is indult világgá. Alkonyodáskor behért egy faluba. Az egyik udvarban nagyon sok ember áll. Kezükben mindenféle ringy, hogy saronáznak vele. Hát maguk meg mit csinálnak itt? Azt feleli az egyik asszony. Talán nem látja. Felhagyjuk a legyetet a padlásra. Aztán azt megvinne. Csak azért, mert már nagyon elszaporodtak, s váltják az át. Azokat ugyan hiába hagyják, úgyis megint lejönnek. Azt feleli el egy másik asztot. Lejönnének, ha tudnál, csak hogy elvesztük ám a létre. A legény erre egy szót sem szólt. Sarkon fordult, s megy haza. Otthon a leányoknak elmondta, hogy nem csapja agyon őket. Mert látott már több bolondot is, nem csak őket. Örültek a leányok, de hiába örültek, mert eljárt a hírük, s nem mentek férjhez soha. Talán a férjhez mentek volna, ez a mese is tovább tartott volna. Magna Elizabeth, igen. Aruka meg a sor, egyszer volt, hol nem volt, még hetedik országon is túl volt, egyszer egy róka. Az a róka egyszer, egy szép volt világos éjjelen, beszökött egy gazdasági udvarra, valami élelmet keresni magának. Össze-vissza járta a tüketeteket, disznóónakat, mindenféle melléképületeket, de enni valót magának nem talált. Ki akart volna már menni a udvarhoz, de meglátta az udvar közepén a kutat, s oda ment, fölállott két lábra a kút mellé, s belenézett a kút vizébe.
Hát látja, hogy a tükrében ott van a holdvilág. Azt gondolta a róka, hogy egy nagy sar. Gondolkozott, hogyan mehetne oda be, hogy azt a sajtot megegye. Hamar ki is találta, felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az egyikbe belelépett. A vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a vízre. Mikor leérkezett a róka, észrevette magát, hogy az nem sajt, csak a holdvilág. Akkor már várta, hogy miért is ment be, de onnan kijönni már nem lehetett. Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz belőle. Hát egyszer egy farkas is nevelődött az udvarra, hogy az is keressen valami élelmet magának. Össze-vissza járta a tyúkketeteket, disznónakat, mindenféle melléképületeket, de ennivalót magának nem talál. Mikor már ki akart menni ő is az udvarról, meglátta ő is a kutat, s oda ment. Fölállott két lábra a kút gágyájára, és belenézett a kútba. Látja, hogy a vödörben ott van egy farkas, és mellette ott van egy róka, és mellette egy nagy sarj. Azt mondja a róka, ennyi te róka koma. De jól van neked dolgozol, ne vannál nekem is abból a sajtból egy kicsit? De vonnál farkas koma, adó víza, válaszol gyorsan a róka. Na de hol lehet oda bemenni? Azt mondja a róka. Másszál csak fel a fedelére a kútnak, s ugrik bele a vadüres vödörbe. Az téged szépen behozt ide, mert a róka tudta, hogy a farkas nehezebb, mint ő, s mikor az bemegy, ő kijön. Be is ült a farkas a vödörbe, s indult lefele, a róka meg kifele. Egymás mellett jöttek el. Hát jó étvágyat kívánt a farkasnak a róka. S mikor kiérkezett, kiszökött a vödörből, s elfutott. A farkas látja, hogy be van csapódva, mert az nem saj, csak a holdvilág. De nem volt mit tenni, ott kellett üljön reggeli, míg megírhat. S ment a gazda, hogy húzzon a marháknak vizet. Hát látja, hogy a vödörben ott van egy farkas. Összekiabálta a szomszédokat, s azok jó kézbeliekkel oda kelkedtek. Kihúzták a vödör, a farkas agyonverték, a bőrét jó pénzért eladták, így volt, mese volt, vége volt. Az első kocsakot. Nem második kocsakot, mert megszokott, igen? De négy arról. Róka fogta csupa, magyar népmese. Élt egyszer egy szegény borba, akinek nem volt semmije. Elindult hát egyszer a patak partjára horgászni, hogy fogjon valamit ebédre. De amint leért a patakhoz, látja ám, hogy vergődik valami a parton. Közelebb megy, s elcsodálkozik, mert egy róka úgy összeverekedett egy csukával, hogy egyik sem tudott megszabadulni a másiktól. Úgy belemartak egymás állkapcsába, hogy nem tudtak szétszakadni egymástól. Hazacipelte a zsákmányt a szegény borba,
S csodájára járt a falu népe, a róka fogta csukának, a csuka fogta rókának. Ő bizony elhatározta, hogy elmegy Mátyás királyhoz, s megmutatja neki, hogy mit fogott, hát ha megjutalmazza érte, hisz ilyen csuda dolgot a királyok sem láthatnak minden nap. Úgy is lett. Elindult Budára, nyakában a róka fogta csukával, de amint elérte a palotát, útját állta egy őr. Ohó, hová-hová, öreg, főrmet rá, a felséges királyomhoz, uram, felelte megilletődve a borba. Nem úgy van az, mit akarsz te a királytól? Én ezt a róka fogta csukát hoztam neki ajándékba. No jó, én beengedlek, de csak avval a feltétellel, ha nekem adod a jutalmat felét, a király, amit a király neked jutalmul ad. Elvesztette útjára a strázsa. Nem volt mit tenni, odaígérte neki a jutalom felét. Amint ment tovább, újabb ajtónálóhoz érkezett. Ezzel az őrrel se járt különbül, mint az elsővel, akárhol rímánkodott, síránkozott, csak akkor engedte be a palotába, ha odaígérte neki a jutalom másik felét is. Na végre bekerült Mátyás királyhoz, aki rögtön felderült, amint a varga ezzel köszöntötte. Róka fogta csuka, csuka fogta róka, varga fogta mindkettő. Jót nevetett ezen Mátyás király, s jól esett neki, hogy még a szegények is kedveskedni akarnak neki, s így szólt. Halljuk, derék varga, mit kívánsz? Én nem kívánok mást, verséges királyom, csak 100 botütést a hátamra, egyel se kevesebbe. Elámult erre Mátyás király. Elment az eszed, varga, ajándékot hoztál nekem, s cserébe botütést kérsz. Ezt kívánom, verséges királyom, felelte határozottan a varga. Akárki kérdelte Mátyás király, hogy gondolja meg magát, a varga ragaszkodott a véleményéhez. No hát nem volt mit tenni, Mátyás király megparancsolta az őröknek, hogy kapja meg a 100 botütést. Ezután már a varga is bevallotta, hogy hos mint járt az ajtón állókkal. Megharagudott erre Mátyás király, s rögtön maga elé hivatta a két őrt, deresre húzatta, és megkapták hiány nélkül a maguk megérdemelt részét, az 50-50 botütést. Amiután végeztek a 100 botütéssel, a király elkergette őket a palotájából, és így szólt a vargához. No hát, varga, megkapták az őrök, ami nekik jár, most a te megjutalmazásod következik. Azzal egy tál aranyat adott a vargának. A varga azóta is boldogan él a feleségével, és hálával gondol Mátyás királyra, a budai palotában pedig azóta sem merte senki megrövidíteni a királyhoz folyamodó alattvalókat. Zagiba Tamás. Cigonya pokolva. Hol volt? Hol nem volt? Volt egyszer egy szegény juhauszlegény. Nos, ennek a szegény juhauszlegénynek a gazdagok a kezeire adtak halkom szózjuhot. Őriztése juhausz, becsületésen a juhokat, de egy szakolnak idején egy juh mindig eltűnt a nyolgyúr, akárhogy is elvizhették. Sehogy se tudta meg elvizni. A homóbion nagyon búszakodott ezeig a juhauszot, nem tudja meg őrizni. Hozta, hogy úgy búszakodott meg ahová. Ha egyszer csak arra vetődött egy cigalom, azt kérdezi tőle. Hágy Isten, szép jó napot kennek! Ha maga még mélyik búszulaj nagyon? Jaj, te cigalom, hallod ne búszulnék! Hisz egy cakalomnak idején a nyaujam búk, mindig eltűnik egy lyuk. Akárhogy is őrülön, sehogy se nem tudom még őrizni. Ugyan ma, ha kent ma azért ne búsuljon egy cseppet se, ne hagyjon nekem egy maga egy túgó, én még majd megőrzöm a nyolja.
Éj, de még örült a juhahoz legény, hogy a cigány segíteni rajta. Maga is odatta neki a maréjük túró. Az még beült a juhok közé, azt elkezdte élvízni a nyolja. Ő viszte is becsületesen egész nap. Aztán, hogy beesteledett, sötét fog, nem látott maga semmi. Egyszer még hallotta, hogy a kutyák elkezdtek ugatni, de nem látott senki. Csak azt látta, hogy a juhok szaladtak össze-vissza mindahonnan voltak. Ha ebből gondolta, hogy valaki épp most viszi a juhok, ahogy jó nagyok kiadtok. Hé, meg ahogy, ne vidd el a juhok, ha magad birkoz még velem. No, abban a pillanatban még elég beugott az ördög, azt így szó. Ha ott én bion nem birkozok még vele, addig, amíg nem hallom, hogy mit tudsz. Ekkor az ördög félvitt a fönnből két jó nagy darab követ, az egyet a cigány kezébe nyomta, a mausat még úgy összemorzsolta, hogy olyan volt, mint a búzaliszt. Most mondja a cigánynak. No, komó, most morzsold össze te. Jaj, ugyan ma. Ide nézd, én mit csinálok, mondta a cigány. Vizet nyomok a kőből. Fogta a követ, azzal nyomta a túlgót, no, csak úgy csöpögött a víz. Az ördög még azt hitte, hogy a kőből nyomta. Cigány meg elkezdik vele incselkedni. Na látod, komoly, menj vizet nyomtam, most nyomjál te vizet a kőből. Vétti az ördög a követ nyomta, szorította, hogy csak bírta, de te se ott se tudott abból vizet csavarni. Ha így szól. Éj, te cigány, látom én, hogy erősebb vagy, mint én. Gyere le velem a pokolba, azt én bion, visszafizet én neked a juhok ahol. Hol is mintek a pokolba? Lint a pokolba, bementek egy jognás feketi hauszba. Ott még keresztül mentek 30 haugom szobom, azt a 33-ba még ott feküdt egy öreg asszony. Az ördögnek az anyja volt az. De Moabi oly öreg volt, hogy még a szemét se bírta kinyitni. Az ördög olyan, mint hozzá, azt mondja neki. Jaj, édesanyám, gyorsan adja ide a kincses kamra kulcsot, hát fizetem vissza a juhok aurót ennek az embernek. Mert ez bion, hétszérte erősebb, mint én. Vizet nyomott a kőből, én még csak összemorzsolni bírtam. Ha jó van, fiam, odadom én a kincses kamra kulcsot, mondta az anyja. De hamarabb, nyisd fel a szemem, hadd lássam, ki az az erős ember. Ekkor az ördög ott, mint a szomszédos szobába, hozott 12 darab mózsós emelőbudathoz félnyitta az anyja szemét. No, ahogy az mellotta a cigány, egy jót neveti. Ugyan ma, ez a cigány erősebb volt, mint te, azt én el nem hiszem. Eredjeti? Próbáljatok egyebet, biztos becsapott téged valahogy. Ha ott az ördög, ahogy ezt még hallotta, egy csöppet elgondolkozott, látta, hogy igaza van az anyjónak, ha ott ha becsapta őt a cigány, ha így szól. Barátom, gyerünk ki az udvára, próbálunk még egyet. Ahhoz kimente. Az ördög hozott két jó nagy kavikausostól. Az egyet a cigánynak adta, azt így szól. No most lássuk, melyikünk tud nagyobbat rittyenteni? Először az ördög rittyentét. De olyan, hogy az egész földbe lecsendült. A cigány hatszor hanyat lógta maga ott ijedtékbe. Ezután még azt mondja. No cigány, most rittyents te. Nem én, mondja a cigány. Addig nem, amíg nem adol nekem vasábroncsokat. Ha az ördög csak nézett, hogy minek neki a vasábroncs, de hozott neki egy jó csomóval. A cigány még elkezdte abroncsolni a sajót maga fején. Meg lássa az ördög, hogy mit csinál, hoz kéigdezik tűzni. Ha ott a cigány mit csinálsz? Ha ott én bion abroncsozom a fejem, nehogy még olyan talóják vittyenteni, hogy ketté hasad.
Jaj, cigom, akkor gyorsan abroncsozd az én fejemet is, könyörgött neki az ördög. Hoppa, cigom, hamarabb csak, hogy könyörűszerűleg félhúzott egy abroncsot a sajóknak a fejére. Utána még elkezdti húzni az ördögeire, de húzta olyan erősen, hogy csak úgy ropogott az ördögnek a fejét. Most, amikor ma nem bírta, így szólt. Jó van, cigony, elhiszem én, hogy nagyobbat tudsz térítjenteni, mint én, csak benne abroncsozd a fejem. Na, no, ahogy ez még történt, mégint visszamentek oda az öreg asszony, hogy mondja neki az ördög, hogy jó. Jó, édesanyó, gyorsan adja a kincs és kamra kulcsot, mert ez az ember még tönket iszik minket. Ugyan, fiam, nem hiszem én, hogy erősebb, mint én. Ha hisz, még ittyenteni se tudott volna. Addig én nem adom a kincs és kamra kulcsot, amíg nem lóttom, hogy tényleg erősebb, még okosabb is, mint én. Eredjetek, próbáljatok egyedre. Ó, az ördög szegény kézbe kiment az anyjaukú, azt mondja a cigaónak. Legye csak ki velem az udvára, próbálunk még egyet. Ha kimentek. És kérdezi a cigaónkú. No, komolyan, a disznó pausztor sokhoz égtélé. Égtek én mindenhez, felelti a cigaón. Na, hát akkor még lássuk, melyikünk tud több disznót kihajtani? Na jó van, de honnét fogok tudni, hogy melyiket kihajtottak, így kérdezti a cigaón. Éha, lautod, erre nem is gondoltam, mondta neki az ördög. Na, akkor még beszéljük még, majd én kihajtom a göndörfákú disznókat, te még hajt ki az egyenes fákúakat. De végyeztek. Először a cigaón ment be az aulba. Kihajtott, hogy 30-at négybenet, de többet nem. Most, hogy az ördög lássa, hogy most több disznót nem hajt, bekiáltott neki. No, mi van, cigon? Nem tudsz több disznót kihajtani? Elég neki, mennyi is, mondta a cigon. Azután még bement az ördög, azt egész nap kereste az egyenes fákú disznókat, de egyet se talált. Mert ha úgy tudjuk, hogy minden disznónak göndör a fákra, mind visszamentek az ördög anyjához, az öreg asszonyhoz. Elmondta neki az ördög, hogy jó, ha az anyám csak ennyit mondott neki. Na jó van, fiam, ha tényleg erősebb is, még okosabb is, mint te, hogy fizess neki vissza a juhokaugat. De most ma este van, itt alszik nálunk, azt majd holnap visszafizetik neki. Ha úgy is volt. Jó, vacsoroltattak a cigaónak, azt lefektették őt aludni. No, de a cigaón nem tudott elaludni egész éjszaka. Azon gondolkozott, hogy az ördög, ha ott becsapja őt valahogy. Szicsi mégis hallotta, ahogy az ördög beszél az anyjával. Azt a szavakból még kivette, hogy amikor ő elalszik, az ördög begyűn a szobaójába, azt agyonüti őt. Így de még ilyett a cigan, egyből kiugrott az autóból. Na de csak annyit mondott magába. Na gyere csak, gyere! A fejé helyére oda tett egy nagy vasfazékat, a testi helyére egy fadarabot, ő még befeküdt az autóba. Nem sok óra gyűjt is az ördög, egyből olyan ütött a vasfazékra, hogy egyből összehorpa. A cigan még elkezdett kiabalni az autóból. Jaj, komolyan, ne simogasd a fejem! Hé, az ördög még csak ekkor ijetnék, ha ennek a cigaónak az ütés csak simogatta, és egyből kiment a szobából. Na most nap reggel, maul is hitte a cigaón, hogy visszafizesse neki a juhokaugat. Kimélt egy zsaukaranya, azt így szó. Na cigaón, itt a zsaukarany, ez a juhokaugat, vigye! Gitte volna cigony az aranyát, ha bírta volna, de nem bírta. Ha így szól. Ó, de bionya juhokat nem én hoztam ide, ha az aranyát se én viszem. Hozd csak szépen te. Dehogy viszem én. Hogy még az atyaut, fiaiot, mind a gyomjeljenek engemet. Meg ugye az ördög azt hitte, hogy a cigonynak az egész csalódja, hogy erős.
A cigány így szólt hozzá. Majd ha hozzámhoz együnk, a fiáim mind elén szaladnak, de addig ne félj semmit. De ha még lausolok a zsaukot, akkor mi ne küldj, mert különben végre az életednek. Ha erre még bautogodott az ördög, félkapta a zsaukot, vitte úgy, ahogy csak bírta. De hogy a cigány hozzafelé kezdtek közeledni, a sok cigány gyerek mind szaladt ki az apjok elébe, csak úgy hantalk a cigány kerket örömökbe. Szóval, hogy millautók az ördög autón a zsaukot, maguk is elkezdtek kiabálni. Mi van a zsaukba? Mi van a zsaukba? Éj, az ördög ekkor még ilyet égbül a földhöz valogta a zsaukot úgy, hogy kiszakadt. A sok arány mind kicsolgott belülő. Az ördög még szaladt vissza a pokolba úgy, hogy többet vissza se nézi. A cigány még úgy felszíti az aranyat, hazavitte. A juhausznak visszafizette a juhokaóról. Ők még néptől most is élnek, ha még nem haltak, vagy ha az ördög el nem vitte őket. Tamás, mondd már vissza az utána, hogy tavasz is éljünk. Tavasz is éljünk, mire tavasz. De az eredeti hangot is, tehát ezt a gondolói nyelvjárást teszik. Kristóf Otto. Medve testvére. Székely népmese. Volt egyszer valamikor régen két testvér. Két testvér, mind a kettő egyenként egy-egy puskás. Tehát azért tisztogaták minden nap puskáikat, hát ha az elé valamit odaszoríthatnak. De ha nem lőtte, nem ette. Egy napon puskáik meget lépegetnek, már ott volt a déli harangszó, és még semmit sem lőttek. Az idősebb, a foglyasabb beszű, alkatilag szaladósabb szemű, lenyomta az ifjat egy mohos kőre. Tudod, mit csináljunk te? Jaj, hát én nem, amíg nem mondod. Állj meg! Mondja meg! Már itt a déli harangszó, s még máma egy árva nyúlfiat se lövénk, igazi? Igaz, igaz? Állj meg! Mondja meg! Váljunk két felé, hát ha félszerencsével többre jutunk. Jó? Jó, jó, rendben. Így is le. Egyik erre, más túllépett. Lépegetnek, haladnak a testvérek. Egyszerűen jött egy olyan darabocska szellő, érted-e, hogy a fák kétrét hajlottak. És még azok örvendeztek, hogy milyen jó, hogy máma csak kétrét hajlottunk. Jött egy nagy humály, az egyes kő felő. Az ilyen humáról tudni illik, hogy feketeség jár a nyom. Az azért nem fényesség. Tehát fényes nappal volt, méges éjszakai sötétség. Jött egy nagy feketeség, megperrent az eső, s az mikor a kőre érkezett, mint a srapneli vert széllyel. Gondolták a legények, milyen jó idekünk, de mennyivel jobb volna valami eresz alatt. Ritka, ritka szép pillanat, hogy két testvér egyet gondoljon. Gondolták ne egy mi atyánk, mire innen egy igazán semmire való, de alkalmas baranafalú szénégető kaiba. Milyen jó volna az alá bémúzódni. Először érkezett az idősebb, és hálát adott az egy jó atyának, hogy ha más feje felett nincs is, az ő feje felett fedé van. Hálát adott, s levetkezett csurdultig csurdén, éppen ahogy annak idején édesanyjából kikeveredett, s tűzte az eszét, hogy milyen jó nekem. Igen ám, de hallja, hogy a
patak oldalába valamit csertett. De nem szabályosan, csak szép szakaszosan. Zup, zup, zup. De igen, cammog. Ki? Vagy mi? Nem volt ideje meggondolni, már ott volt. Villámnak fényénél lássa, hogy jó, jó porció valami. Másik villámnak fényénél lássa, hogy éppen oda igyekszik B, ahol ő töltögeti az időt, s passzítja a levegőt. Átlépi a küszöböt, s négy kézláb lerözködik. Azt mondja, jaj, uram, irgalmaz, hát ez egy nagy mocsok vérmedve. Kettőnk közül itt ma még valaki jól jár. Hát te nekem nincs örömömre. Itt van ez a papzási időszak, ezek itt gazdátlankodnak, hát nem öröm. Pedig nem vérmedve volt, hanem a testvérje. Csak ebben az éjszakai sötétségben a testvér a testvéri medvének gondolá. Azért volt a nagy cammogás, mert hozta a sarat a bakkancsán. Ugyanezért volt a négy kézláb leerőszködéses, hogy megtakarítsa azt. Megijedett a bátyó, úgy viselkedett, mint a citera húri, amikor a tetejébe a tollut elrántsák. Így ne, ennyi az egész. Megijedett, s ilyettében megkezdett hátrán. Na most ezt egy szénégető kaibába egy darabig lehet. De hogy az egyetlen egy bejárat nem mögötted van, az egy biztos. Meghátrál, de kicsi barátocskám nagy igyekezetébe egyebet se csinál, felkenődött a falra. A fiatalabbik meg ahogy ott vesződik, s takarítsa a bakkancsát, hallja, hogy valami olyan félelmeddig motoz. Ki? Vagy mi? Egy villámnak fényénél nagy árnyékot lát felvetülni a falra. Azt mondja, Árgyilusát, hát ez egy nagy mocsok vérmedve. Kettőnk közül itt ma még valaki jól jár. Hát de nem öröm. Telögetik az idő. A testvérek a sötétségben kucorgálnak, s pillogtatnak. A medve nem támad. Érezte az idősebbik, hogy a nyelve az már fő van göngyölve. Az már azon volna, hogy kérdezősködjön. De a torka el van szorulva erősen. A szónak s a hangnak annyi, mint mikor mi tennyien akarnánk egy kiskapun egyszerre bémenni vagy kimenni. Nem lehet. Hiába van meg a szó, ha a torkon nem fér át, nincs mit a nyelv megpendítsen. Azt akarta kérdezni, medve vagy-e? Vagy az én testvérem? Igen ám, de csak ennyi jött ki a fogacsorbáján. Megijedett a fiatalabbik, azt mondja. Né, hát ez már moro. Hát ez engem ilyen kicsibe összerág, s aztán nyel le. Nem öröm. Ijettibe összekocogtattál fogait, hát ő meg a morgós ijedett meg. Né, hát ez már az agyarát csattogtatja. Hát ez engem meg se rág, s úgy nyel le. Mely halálos? Nem öröm. Telögetik az idő. A medve nem támad. Gondolták a testvérek, milyen jó idebben. De mennyivel jobb volna kün a viharba. Ritkaság, hogy két testvér egyet gondoljon. S ők gondoltak. Hopp, mint másszor a szeretőiké, most a saját lábikat kapták a nyakikba, s iszkiri kifelé. De az ajtóba megszorultak. Seki, sebe. Bévódtak, degedve.
Az egyik teljesen véletlen, megkujakodta a másikat. Más sem maradt adós, megdöböcskölte. Emezes hatalmasan megrosnyokolta, cseberített rajta, elszínezte mindenféle módulag. Az egyik úgy orron csappintá a másikat, hogy az menetet vágott a hátiba. Középtájosan a lapická és a gerince között, de nem száz. Dolgoztak erősen a legények, alakította egyik a más. Egyszer csak az egyik érzi, hogy az ő medvéje nem igen szőrös. Másik is érzi, hogy az ő medvéje meg zekét hordoz, mégpedig len zsinóros. Megálltak egymás kínzásába a legények. Azt mondja, medve vagy, vagy az én testvérem. Én bizony, s hát te, hát tudd meg, hogy énes. Jaj, te, tudod-e, hogy örvendek ezek? Két embernek ekkor öröm nem jár. Erősen jön es, hogy irigyeljem őket. Örvendeztek a testvérek, hogy egyik a más meg nem ette. Mert az is igaz, ha egyik a mást megette volna, az én mesém is tovább tartott volna. Pernyész Lili. A plekkás asszony. Volt egyszer egy asszony, meg egy ember. Az asszony Trézinek hívták, az ember meg Andrusnak. Trézi olyan asszony volt, ej, édes jó Isten, te még ilyet nem láttál, mint a veszedelem. Ambrus meg olyan áldott jó ember, hogy a falra csapták volna, az biza, ott maradt volna. Trézi szeretett farukázni, szerette hordozni a híreket egyik házból ki, a másikba bé. Ambrusnak meg volt az a szokása, hogy esténként, mikor elvégezte a munkáját, eldöllögött a kocsmába. Egy kicsit elparrazott a komákkal, és aztán hazament. Egyik este azt mondja a kocsmában a komája. Komám uram, én a kent helyben megütném a feleségemet. Ugyan biz? Mit véned kellnek az én feleségem, hogy kendiek tennek? Kend nem vette számát, hogy az asszonyom mennyit perkálkodik? Nem vette számát, hogy a kicsiből is nagyot csinál? Soha nincs semmi dolga, ráér örökké falukászni. Koma, én nem vettem számát, hogy az én asszonyom plegykálkodnak, de próbát teszem. S ha kennek igaza van, úgy megpallom az asszony, hogy abban hiba nem lesz. Na, Ambrus szépesként hazament a kocsmából, de Trézinek ezt szót se szólott, mint hallott. Lefeküdtek. Reggel az asszony jókor felkelt, s kiment fejnem listáló. Ambrus is kikeltett pillanatra a dunhallól, de épp csak annyi időre, hogy a szakajtóból egy tyúk tojáskát kivegyen. Megfogta a tojást, berúgta maga mellé a dunhallát. Egyszer csak jő be Trézi a házba, hát az embere még mindig az ágyba, neki esett a nagy pofájával. Mi van, Ambrus? Miért nem kell fel? Én itt már egy verset dolgoztam. Édes feleségem, ne veszek egy, mert hallod-e? Olyan dolog történt vélem az éjjel, hogy nem is tudom. Mondjam-e, vagy nem mondjam? Ambrus szépesként benyúlt a dunyha alá, és kivette a tyúk tojáskát. Nézd csak, Trézi! Az éjjel megtojtam! Ó, ember! Mutassa csak! Hát ez tisztára olyan, mint egy tyúk tojás, csak egy kicsit nagyobb vacska. Tudjen, ne keljen fel! Hogy anya vajolja meg azt a sok dolgot? Megkapja még holnap is. Most jutott eszembe, hogy kifogyott a vederből a víz. Elszaladok a kútra, s mindjárt jön. Az asszony elfutott a kútig. Bori nénit találtam, megörvendek, s mindjárt mondta. Jaj, Bori néném, képzelj el, mi történt nálunk? Az emberem az éjjel megtojt kettőt. Éppen olyanok, mint egy tyúk tojás, csak egy kicsit nagyobb bacskát.
Jaj, az Istenért, el nem mondja senkinek. Nem szeretném, hogy a kacagása lennénk tév a faluba. Ó, hogy is gondolja? Csak nem olyannak ismer bennünket. Az asszonyok megtöltötték a bedreket, aztán Buri néne úgy hajtott hazáig, hogy az úton a vizet mind kilötyögtette. Otthon szinte beesett az ablak. Édesanyám, hallgasson ide! Mit hallottam Trézi nénémtől? Azt mondta, hogy Ambrus bátyja az éjjel megtolj. Hármat! Éppen olyanok, mint egy tyúk tojás, csak egy kicsit hosszabb macskák. A bátyja a szalmazságból a szalmát mind kitépte, úgy kerregte, hogy meg se lehet közelíteni. Hát ez csodálatos! Én még ilyet nem hallottam! Maradj csak, lányom! Most jut eszembe, hogy elszaladjak a sógorasszonyhoz a tejverője. Mindjárt jövök. Az öreg asszony a lába közé kapta a fendeit, a falu végéig futott egyet. Ott aztán szinte beesett a házba. Sógorasszony! Sógor uram! Képzeljék el, mi történt a felszegbe! A szomszédunk, az a hitvány Ambrus megtoly! Négyet! Éppen olyanok, mint egy tyúk tojás, csak egy kicsit hosszabb macskák. Jaj, de az Istenért, el nem mondja senkinek. Hát, hogy is gondolja, édes lányom, ugyan már? Így mentett egész este. Este felé már azt beszélték a faluban, hogy Ambrus éjjel megtört. 99-et. Ki is költötte? 33 kakas lett, 33 kappan, 33 jészike, sebb tojás a zárnyoma előtt. Mire beesteledett? Ambrus úgy, ahogy egyébkor szoktak, fejébe ütötte a kocsmáját, és eldölögött a kocsmába. Mikor a szerencsétlen ember benyitotta a kocsma ajtaját, a komák szinte hanyatt testek. Mi van, Ambrus? Kend itt? Hol kéne, hogy legyek? Azt hallottuk, hogy Kend az éjjel megtolt, ki is költötte, 33 kakas lett, 33 kappan, 33 jégszike, s egy tojáska zápon maradott. Kend meg úgy rúgja a ganét a csirkével, hogy meg se lehet közelíteni. Ezt beszélik? Ezt? No, az ántiát ennek a trézinek? Ez tényleg pletykálkodik? Én most hazamegyek, s úgy megpallom az asszony, hogy abba hiba nem lesz. De mondok én valamit Kentnek is. Ahhoz az egy tojáskához, amit én reggel kivettem a dunyha alól, az én feleségem csak egyetve. A többit, meg a csirkéket, a Kentek feleségei ragasztották hozzá. Nem csak az én asszonyom plegykálkodik ebben a faluban. Menjenek csak haza, s adjanak az asszonyoknak. Hogy aztán megverték-e az emberek az asszonyokat, vagy nem, én ma sem tudom. De higgyék meg, a mi falunkban még lámpásra se lehetnek kapni, plegykás asszony. Rajtam kívül. Nyúl, Dori, na, vagy? Mit tudtál a hátamból? Az egyszeri asszony meg az ördög, Székely népmese. Egyszer volt egy asszony, de az a világon mindent a viszájára cselekedett. Egyszer mondja az ura, hogy hozza ki korábban az ebédet a szántóba. Ő bizony csak azért is a legkésőbbre vitte. Máskor így beszélt, hogy vigyen jobb ételeket, de ő annál rosszabbakat vitt. Egyszer az ura másképpen kezdi. No, te feleség, nehogy az ételt hamar kihozd, nehogy töltött tyúkot, palacsintát hoz, mert szántónak nem való. Az asszony bizony csak azért is a leghamarabb kivitte az ételt, mégpedig töltött tyúkot, palacsintát. Másnap neki áll az ura, és ás egy mély gödröt a szántó föld végében. Hát egyszer az ebéddel jön a felesége. Leülnek a gödör mellé el. Azt mondja az ember az asszonynak. Hé, feleség! Nehogy közel menj a gödörhöz, mert beleesel! De az asszony bizony azért is közelebb ment. Vigyázz, feleség! Ne esél bele a gödörbe! De az asszony azért is beleesett. Az ember bizony otthagyta, elment haza. Az asszony eleget akart kijönni, de nem tudott.
egyszer arra gondolt magában. Bárcsak valaki az ördög innen kivinne. Hát ott terem az ördög, s válaszol neki. No, azért jöttem, hogy kivigyelek. Ülj fel a hátamra. Az asszony bizony felül, az ördög kiviszi. Aztán hátra szól neki. No, most már szállj le! Azt válaszolja az asszony. Én bizony nem. Ordít az ördög. No, bárcsak, majd leszállsz te mindjárt. Ahogy nyargalni kezd vele az ördög. Egyik helyről le, a másikra fel. De csak elfáradt, s a menyecske mégsem szállott le. Kéri az ördög, szállj le a hátamról! Én bizony nem! Megint nyargal vele az ördög, amíg jól elfárad. Aztán megint szól. Asszony, szállj le már a hátamról! Én bizony nem! Megbúsulja magát az ördög, hogy most már mit csináljon. Egyszer látja, hogy jön egy huszár az úton. Oda kiállt neki. Hely, huszár uram! Ha ezt az asszonyt lehagyja a hátamról, én kendet királlyá teszem. A huszár leszáll a lováról, kihúzza a kardját, neki megy az asszonynak, hogy mindjárt ketté vágja, ha le nem száll. De az asszony csak ennyit mond. Én bizony nem! A katona hadar felé a karddal, azt parancsolja neki nagy mérgesen. Asszony, szállj le az ördög hátáról, mert ha nem, elvégzem az életed. De az asszony erre is azt válaszolja. Én bizony nem. No, ha nem, hát ülj ott az ördögbe. Erre azt válaszolja az asszony. Én bizony nem ülök. Abban leszökött, az ördög pedig úgy elfutott, mint a szél. Másnap megy a katona hazafelé. Az ördög már várt egy híd alatt, hogy tegye meg királynak. Hát egyszer látja messze-messze, hogy jön a katona. Az ördög kikukucskál a híd alól, oda kiállt neki. Hely, huszár uram, nem jön az asszony? Visszakiált a katona. Nem jön az, ne félj semmit! Odaérkezik a katona, az ördög kibújik a híd alól, s tudtára adja. No, én téged királlyá teszlek, csak menj el a király leányához. Amíg te odaérsz, én addig elfoglalom őt. Mindenkinek odaígérik majd a király kisasszony, csak hogy engem ki tudjon hajtani belőle. De senki rajtad kívül ki nem tud hajtani. Te csak mondjad, bújj ki ördög! Egyszerűen kibújok, és elfoglalok egymás királylán. De te ne hagyomnét is kihajts, mert akkor belém bújok, s örökre benned maradok. Elmegy a katona a városba, hát mindenfele híre van, hogy az ördög elfoglalta a király leányát. Aki ki tudná űzni, annak adná a király a leányát, fele királyságát, holta után pedig az egészet. Megörül ennek a katona, elmegy, bejelenti magát, hogy ő ki tudja űzni. Azt parancsolja az ördögnek. Bújj ki, ördög! Az ördög egyszerűen kibújik, a katona pedig elveszi feleségül a király leányát, és király lesz. Hát egyszer jön az újság, hogy az ördög elfoglalt egy más király leány. Hívták oda is a volt katonát, de neki nem volt kedve, hogy elmenjen, mert emlékezett rá, hogy mit hagyott meg az ördög. Mégis, hogy sok kincset, drágaságot ígértek, csak elment. Azt parancsolja az ördögnek. Búj ki, ördög! Az ördög egyszerűen kibújik, s megindul, hogy bújjék a volt katonába, de a huszár neki dobban. Hallod-e, ördög? Jön az asszony! Az ördög úgy elfutott ilyettében, hogy a lába sem érte a földet. Máig is fut,